Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem Elsimon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, tisztettel köszöntelek. Jó estét kívánok. Azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos beszélgetés, annál is inkább, hogy először is gratulálunk, hisz nem volt alkalmunk, hogy ezt személyesen is megtegyük. Köszönöm. A székesfehérvári kultúra kedvelők és minden székesfehérvári nevében. Nos, rendhagyó lesz ez a beszélgetés, mert próbálok ahhoz ragaszkodni, ahhoz a beszédhez, amelyet augusztus 30-án az elmúlt esztendőben a beiktatáskor elmondtál, mert azt hiszem, hogy érdemes egy kicsit a mélyére ásni, hogy mi mindent kell ebből nekünk átvenni és ebben gondolkodni. Ja, azzal kezdett, hogy nyelvében él a nemzet, és a hitelben megfogalmazott gondolataidval folytattad, és azt mondtad, hogy nem vitatom, a nemzeti nyelv az önálló nemzeti lét fontos tényezője. Hogyan is vitathatnám, hiszen magam is a magyar nyelv szerelmese és rabja vagyok egyben, ám mégis azt állítom, nem pusztán nyelvében, hanem történeteiben él a nemzet. Ez egy fajsúlyos gondolat mindenki. Igen, ugye a Nemzeti Múzeum a magyar történelemnek a legfontosabb tárgyi emlékeit és nagyon sok lényeges dokumentumát gyűjti. Ráadásul nem csak a magyar történelemnek, hanem a Kárpát-medence a magyarság megjelenése előtti korszakainak, népeinek tárgyanyagát is. Gondoljunk arra, hogy mondjuk a Pannoniából előkerült római sírkövektől elkezdve ezer más dolgot. Tehát egy óriási nagy gyűjtemény. Beszélünk, és ez a gyűjtemény, ez, amikor kontextusában megjelenik, vagy ennek a gyűjteménynek egyes elemei az eredeti kontextusában megjelennek, akkor az ember keresi a mögöttes tartalmakat, történeteket. Tehát azt gondolom, hogy amikor nemzeti közösségről és nemzeti identitásról beszélünk, ott elengedhetetlen az, hogy meglegyenek a közös történeteink, a közös eredet mítoszóink, vagy mítoszunk, a történelemnek az elmesélése, tehát minden egyes közösséget maguk történetei tartanak össze, fognak össze, mint egy abroncs a hordót, vagy a hordónak a dongáit. Na most ezt azért is tartottam fontosnak elmondani, mert ugyan a nyelv az tényleg rendkívüli jelentőséggel bír az emberi fejlődésben, a gondolkodásban, a önkifejezés elképzelhetetlen lenne magas színvonalú nyelvi kompetencia nélkül. Tehát szükség van olyan közös kódrendszerre, amelyen meg tudjuk fogalmazni mindazt, amit a világról, meg benne önmagunkról gondolunk. De hogy önmagában a nyelv, a közös nyelv, az még nem jelenti azt, hogy egy közös lelki közösséghez tartozunk. Tehát, hogy egy nemzetnek vagyunk a tagjai, ahhoz annál több kell. És erre persze olyan bizonyítékot is lehet találni, hogy vannak olyan népek, amelyek nyelvet cseréltek. Beszéltek valamilyen nyelven, amit nem is biztos, hogy már ismerünk, és aztán szépen lassan valamilyen történelmi politikai fordulat, folyamat eredményeképpen egy másik nyelvet kezdtek el használni, aztán kicserélődött a nyelvük. Ez nem egy egyszerű eset a történelemben, vagy nem egy olyan dologról beszélek, amely valamikor volt a történelemben, a régi időkben, de ma már nem lehetséges. Ma is van ilyen, és számos példát lehet rá mondani. A történelemből Európában egy nagyon érdekes esetet lehet mondani a bolgároknak az esetét, ugye, akik egy szláv nyelvet beszélnek, de maga a népcsoport egyáltalán nem tartozik a szlávok közé, hanem egy török eredetű népcsoportról van szó, akik aztán a nyelvüket szépen lecserélték a szlávokkal együttélésnek köszönhetően egy másik nyelvre, amelyik sok szláv nyelvhez nagyon közel áll. Tehát mondjuk, hogyha az ember a macedón nyelvet nézi, akkor azt látja, hogy gyakorlatilag minimális a különbség a macedónoknak a nyelve és a bolgároknak a nyelve között, ami persze azért is meglepő, mert hát ugye Macedónia, az pontosabban Észak-Macedónia, az egykori Jugoszlávia területén van, a klasszikus Macedónia meg, aminek a része volt valamikor Észak-Macedónia is, az
az pedig Görögországhoz tartozik, és az ember rögtön már a makedónokra gondol, és hát nem gondolja, hogy itt valami szlávságról van szó. Ez nagyon bonyolult folyamatok vannak. Hát Afrikában ma megnézzük, hogy hány afrikai törzs pillanatok alatt, egy-két nemzedék alatt hagyja ott a saját nyelvét, és bár a törzs identitáson megmarad, a közösséghez való tartozás fontos, a közös ünnepek, szokások, viselet, tárgyi kultúra, hiedelmek, ezek összekötik az embereket, de lehet, hogy nem azon a törzsi nyelven fejezik már ki magukat, hanem mondjuk valamelyik volt gyarmatosító népnek a nyelvén, angolul, franciául, németül, portugálul, és a többi, ahogy amely népek, ugye, vagy hollandul, tehát amely népek, ugye, gyarmatosították Afrikát is, vagy sok más tengeren túli területet. Tehát azt is látjuk, hogy a mai nap is van olyan, hogy egy nép, bár nem vallja magát onnantól fogva angolnak, de angolul éli meg a saját identitását. Eset. Tehát magyarul önmagában az, hogy nyelvében él a nemzet, az még, ez egy jó mondás, és valóban igaz is, de nem csak nyelvében él a nemzet, annál több kell. Történeteiben él. Közös történetek kellenek. Igen, azt mondod, hogy történeteiben él a nemzet, s ha elfelejtjük őseink történeteit, teremtés és eredet mítoszait, világmagyarázatait, akkor nem leszünk ugyanazon nemzet tagjai, amelyhez valaha ők tartoztak, és hozzáteszed a nemzet közösségi felfogása szempontjából, tehát az identitás ellen fontosabb, mint az érdekek. Hát valóban, mert ugye persze ez is nagyon összetett dolog, nehéz így kifejteni rövid műsori dolog, de mégiscsak arról van szó, hogy az embernek a történetei is megkopnak és cserélődnek. Tehát ugye, hogy az időben nagyon sok minden változik, és valami elhalványul, nem olyan fontos, valamit újra felfedezünk, ahogy a néprajzosok mondják, visszatanulunk, ahogyan visszatanulják a elfelejtett táncokat a egy-egy tájegységen, vagy újra felfedeznek maguknak régi motivumokat. Tehát így a mi esetünkben is látjuk azt, hogy sok-sok ősi dolog kerül elő, és kap új fénytörésben jelentőséget. Tehát vissza lehet tanulni dolgokat. De hát mégiscsak azért van valamiféle folytonosság. És amikor mi mondjuk gyerekkorunkban a régi magyar mondákat olvastuk, akkor azokat a történeteket kerestük, még hogyha nem is mindig ugyanazokban a szövegváltozatban, mert mondjuk a számos magyar író Mikszátó Jókainát megírta a magyar mondakincset a saját maga nyelvén, és mindig voltak finom hangsúlybeli különbségek, de a lényeg mégiscsak az, hogy azért a történeteink nagy része, az eredet történeteink, a népvándorláskori meséink, történeténk, azok tovább élnek, és abból sok-sok elem tartósan megmarad a kollektív emlékezetben. Tehát a nemzeti identitás megőrzése elsődleges mindenképpen. Én fontosnak gondolom, mert szerintem a nemzethez való tartozásnak a tudata az az embernek tartást, erőt ad. Tehát szerintem könnyebb az életet végigcsinálni, az életbe boldogulni úgy, hogy az ember egy közösséghez tartozik. És hogy ez a közösség, mert nem egy közösséghez tartozunk, hanem több közösséghez tartozunk, vagy tartozhatunk, ezek közül a közösségek közül az érzelmileg, lelkileg, leginkább, vagy átélhető legnagyobb forma, közösségi forma az a nemzet. És nagyon fontos, hiszen te is utalsz rá, hogy azt mondod, hogy ma is érvényes az, amit Hóman Bálint a Nemzeti Múzeumról szóló törvényjavaslathoz elmondott 1934-ben. Hiszen az egy fontos gondolatsor, mégpedig azt gondolom, hogy ma sem feledhetjük. A Magyar Nemzeti Múzeum és az önkormányzati szervezetébe tartozó intézmények feladata a magyar szellem és a magyar föld tudományos és művészeti értékű termékeinek és a magyar múlt emlékeinek megtartása, megőrzése. Hát, ahogy a minden más múzeumnak, így a Nemzeti Múzeumnak is ez a feladata, csak a mondjuk azt különbözteti meg a Nemzeti Múzeum, a Szent István Király Múzeumtól, hogy a Szent István Király Múzeum elsősorban Székesfehérvárra és Fejér megyére fókuszál, a Nemzeti Múzeum pedig az egész nemzet történetére, nem csak az anyországban, hanem azon túlmutatóan is, és ráadásul ebből a küldetéséből következően, hogy ő a magyar államnak a legnagyobb múzeuma és több mint 200 éves intézménye,
ebből a küldetéséből az is következik, hogy a legértékesebb dolgokat gyűjti, és a legfontosabb dolgokat helyezi a közönség elé, vagy teszi ki a közönség elé, és mutat rá rajtuk keresztül arra, hogy milyen nagyszerű dolgokat hozott létre a magyarság, és milyen sok fantasztikus értékkel, szellemi, fizikai, tudományos produktummal járultunk hozzá az egyetemes kultúrához. A következő rész, hogy a múzeum a magyarság történeti dokumentumainak, tárgyainak gyűjtésén, megőrzésén, feldolgozásán és bemutatásán túl, ugye ezek a tradicionális múzeumi feladatok, egyre több funkciót kénytelen befogadni, de kell is, hogy befogadjon. Melyek ezek? Nagyon komoly kihívás éri ma a múzeumokat. Több oldalról is. Egyrészt a kulturális kínálat napról napra bővül. Gondoljunk csak arra, hogy amikor a Nemzeti Múzeumot nagy erődeink létrehozták, akkor nem volt televízió, rádió, film, sőt, még fotográfia sem. Tehát új közvetítő formák, új művészeti területek, új alkotási módok, új műfajok, új technikai berendezések jöttek létre. Tehát magyarul a konkurencia az folyamatosan nő. Nem csak ebben az értelemben, hanem abban az értelemben is, hogy múzeumból is egyre több van. Egyre több mindent kell gyűjteni. Differenciálódtak a múzeumok. Sok-sok speciális gyűjtőkörű múzeum van. Ezeknek mindnek van kínálatuk, programjoguk, könyvük, amit kiadnak. Szóval nagyon sok minden, ami egy olyan helyzetet teremt, hogy meg kell küzdeni a nézőknek, a látogatóknak, az olvasóknak a kegyeiért és a figyelmért. Ez egy nagyon-nagyon nehéz küzdelem. Ráadásul ömlenek ránk a sorozatok, amelyek közül sok első rangú kiváló sorozat. Külföldi sorozatok, tömkelegét lehetne mondani, amerikaiától a koreaiig, amik érdekesek, izgalmasak, színesek, és intellektuálisan, meg művészeti értelemben is magas színvonalúak. Biztos arra gondol a nézők egy része, hogy hát úgy mennyi ócska, vacak sorozatot látnak, de hát vannak jók is, és abból is egyre több. Tehát ez mind-mind elvonja a figyelmet. Az, hogy a fiatalok már nem is a televíziót nézik, hanem okostelefonon, meg tableten keresztül, közösségi médiumoknak a felületein tájékozódnak, és szerzik meg a tudásukat a világról, politikáról, gazdaságról, bármi legyen szó. Ez túl azon, hogy nagyon sok veszélyt hordoz magában, de mégiscsak jelentős konkurenciát jelent a múzeumoknak. Tehát magyarul muszáj változtatni a múzeumoknak is. Izgalmasabbnak lenni, pezsgőbbnek lenni, olyan dolgokkal foglalkozni, amivel korábban nem kell foglalkozniuk, új típusú múzeumpedagógiai foglalkozásokat kell tartani, be kell vinni a múzeumi terekbe az interaktivitást, multimediaitást. Részben már bevitték, de ez is állandóan változik. Tehát ma olyan eszközökkel, amivel 20 év ezelőtt csináltak kiállítást, ma nem csinálnak már kiállítást, digitális eszközökre gondolok, viszont számos olyan új eszköz van, amit meg be kell építeni egy új kiállításba. Tehát tulajdonképpen olyan feladatod lesz, van, amiről Kornis Gyulának Klébezberg Kuno jutott eszébe, aki azt mondta, hogy az lelki-szellemi apátiából az ő segítségével tudtunk kilábalni, ugye a 30-as évekről beszélünk, amikor az elméleti gondolkodók az emberi kultúra alkonyáról sóhajtoztak, ugyanakkor a nemzetek gyakorlati ösztöne, szellemi életereje világszerte a kultúrának eddig soha nem látott tudatos és tervszerű irányításába és fejlesztésébe fogott. Hát ez valóban így volt, ugye ne felejtsük el, hogy amikor ezeket Kornis írta, akkor túl voltunk az első világháborúban. Ami szellemileg is megrázta az egész világot. Tehát nem pusztán csak arról volt szó, hogy hihetetlen mennyiségű ember halt meg, hogy városok, sőt országok dőltek romba, hogy átrendeződött Európának a térképe, hogy teljesen új geopolitikai adottságok alakultak ki, hogy mérhetetlen igazságokat könyvelettek egyes nemzetek, mint például a miénk, akiknek az országát megcsonkították, földarabolták, és megfosztottak bennünket nagyon sok mindentől, anyagi, szellemi javaktól és jogoktól. Tehát ez az első világ, és hogyha csak arra gondolok, hogy Magyarországon több mint 600 000 katona halt meg. Tehát az első világháború ebben a szempontból mérhetetlen komoly sebet ejtett az emberiségnek a lelkén.
És különösen ezen viselték ezt el azok, akik a humántudományok és a klasszikus művészetek terén dolgoztak. Tehát ezekre a váratlanul érkező kívásokra válaszokat kellett adni. És a kulturpolitika szerencsés esetben határozott és jó válaszokat adott, így nálunk is. Ennek a kulturpolitikának voltak a letéteményes olyan emberek, mint az előbb által idézett Kornis Gyula. Tehát most pedig újra eljött ez az időszak, hiszen te magad is úgy fogalmazott, hogy a Nemzet Múzeumának szerepet kell vállalnia, hogy a vizuális nyelvezetét, arculátát, üzeneteit tekintve 21. századi friss üde és a legifjabbak számára is vonzó legyen. Nehéz ez mit hozzátenni, úgy gondolom, ahogy ezt leírtam. De mit kell ezért tenni tartalmi oldalról, hiszen ez egy folyamat nyilvánvaló, hogy egyik napról a másikra lehetetlen ezt megvalósítani. Hát valóban nehéz egy napról a másikra megvalósítani. Mi nagyon sokat gondolkozunk azon, hogy mind az időszaki kiállítások, mind az állandó kiállítások, mind a múzeumi épületen kívüli rendezvények terén hogyan változtassunk a kínálaton, fogalmazzunk így, hogyan korszerűsítsük a tartalmakat, illetve a meglevő klasszikus tartalmakat, amiket nagyon nehéz megváltoztatni. Hát nem lehet egy 13. századi műtárgyat átalakítani. Tehát, hogy ezeket a meglevő tartalmakat is hogyan tudjuk úgy a következő nemzedék tagjai elé tárni, hogy a számukra is érdekes legyen, izgalmas legyen, fölkapják a fejüket, azt mondják a társaiknak, hogy gyertek, ezt ti is nézzétek meg, erre mi is kíváncsiak vagyunk, és biztos, hogy ti is kíváncsiak vagytok. Tehát ez egy óriási nagy küzdelem és kihívás, és hát persze a Nemzeti Múzeum életében legalább ilyen, vagy mondhatni, hogy a legnagyobb kihívás lesz, amikor az állandó kiállítást kell megújítanunk. Igen. Ahol módszertanilag is más kell csinálni, mint 30 éve, amikor ezt a kiállítást megcsinálták. Tehát a fölött eljárt az idő, fizikailag is, tehát van a dolgok, amik szétmálnak, nem bírják a fényt és a többi. Egy kiállításban lámpákat nem lehet már cserélni, mert olyan lámpákat már nem gyártanak, mint amit 30 évvel ezelőtt gyártottak. Tehát a fizikai valóságon túl is azért van bőven feladat, és talán az még fontosabb, hogy milyen a történelemben milyen eseményeket tartunk fontosnak, milyen csomópontokat akarunk kiemelni, hol akarjuk átírni a kánont teljes joggal, hol akarunk finomítani a történelem olvasatán ahhoz képest, amit mondjuk nekünk a gyerekkorunkban tanítottak, és amely meghatározó most is történelmi szemléletet. Tehát nagyon-nagyon komoly kihívások előtt vagyunk, és nem mindenki szereti a változásokat megélni, és azokat alakítani. Jobban szeretik az emberek azt, hogyha az emberek egy része jobban szereti azt, hogyha ha tulajdonképpen a megszokott mederbe mennek tovább a dolgok. Tehát ezért a változtatást kikényszeríteni, akár a kollégáinkból, az egy nagyon komoly feladat lesz. De nagyon jó emberanyaggal dolgozom együtt. Tehát, hogy kiválóak a kollégák, nagyon sokat tanulok tőlük. Ugyanakkor azt mondtad, hogy alkotásként fogod fel, mint minden eddigi tevékenységedet, és úgy folytatod, hogy nálam teljesen jól megfér egymás mellett a hagyomány és a progresszió, a klasszikus értékek és az avantgárd, illetve a populális kultúra, az opera vagy éppenséggel a népművészet. Azt hiszem, hogy ez az alapja mindennek. Hát igen, másik beszélgetésünkben is elmondtam neked, hogy mind alkotóként, mind intézetőként, mind befogadóként, de így voltam vele, amikor a gyakorlati kulturpolitikát is alakítottam államtitkárként vagy kormánybiztosként, hogy mindenevő voltam. Mindenben megtaláltam a szépséget, az értéket. Talán az, ami mindig fontos volt, hogy én akkor a minőségből nem engedtem, hogy leadjunk. Tehát igazság szerint az, hogy egy operát nézek, vagy egy operettet, vagy egy prózai darabot nézek a színházban, vagy mondjuk egy táncos produkcióból, egy klasszikus balettet, egy kortárs darabot, vagy éppen néptánc előadást, az másodlagos ahhoz képest, hogy viszont ha már amit nézek, az a maga területén nagyon sok munkával, magas színvonalon létrehozott kiemelkedő jelentőségű alkotást legyen. És végezetül, de természetesen ez nagyon fontos, hogy ennek szellemében mit ígérhetek a kollégáknak, kérdezed, türelmet, figyelmet, nyitottságot, gyors döntéseket, magasabb bért, lobbyerőt, hatékony képviseletet a fenntartó
felé, valamint szeretetet. Ez is fontos, az eleje a türelem, a figyelem nagyon fontos, hiszen azt tudjuk, hogy ahogy már az imént is szóba került, hogy jószerivel az elmúlt, azt mondom, a rendszerváltás óta nem történt sok változás a Magyar Nemzeti Múzeumban, és ehhez pedig türelem kell a változásokhoz. Azt tudom mondani, hogy igyekszem mindazt betartani, amit mondtam, és az igyekezettem az nem azt jelenti, hogy már rögtön felmentem magam, csak az ember ne legyen elbizakodott, és mondja azt, hogy mindent betartok, és mindent abban a tempóban, és menetrend szerint végszak, amit eredetileg elképzeltem. Törekszem arra, hogy a magam által kitűzött célt, és a magamnak tényleg eléggé határozottan rögzített mércét azt tudjam elérni, illetve tudjam megugorni. Fél év telt el augusztus óta, augusztus vége óta. Nyilván ez az alap, hogy az első időszakban elindul a folyamat. Hol tart ma a Magyar Nemzeti Múzeum az elképzeléseid megvalósításában? Jelen pillanatban azt gondolom, hogy túl vagyunk azon a szakaszon, amikor én is az intézménnyel olyan szinten ismerkedek, hogy fölmérem, hogy egyáltalán mik az adottságaink, tehát otthonosan mozgok már az intézményben. Ez nagyon, nagyon fontos személyesen is, hogy magabiztosan tudok dolgozni az intézményben. Megtartottam a vezetők egy részét, hogy meglegyen a folytonosság, de új vezetőket is vittem. És ők is most már összecsiszolódnak, tehát jól tudnak együtt dolgozni a régi és az új kollégák. Túl vagyunk egy nagy átszervezésen, hiszen a Nemzeti Múzeum látja most már a teljes régészeti feladat ellátást a nagy beruházásoknál, tehát több mint 106 régész kollégával lettünk erősebbek az elmúlt időszakban, tehát sok-sok technikai változáson vagyunk túl, és olyan fizikai felújítás és a komfortérzetet növelő változásokat hoztunk az elmúlt időszakban, amelyek mind-mind előszobája annak, hogy nagy dolgok is tudjanak történni. Tehát amit ígértem például a béremeléssel kapcsolatban, azt megtartottuk, átlagosan 40%-kal emeltük a Nemzeti Múzeumban a béreket, ami szerintem nagyon jó, és karácsonykor is mindenkit úgy engedtünk haza, hogy kapott kafetériát, és itt most nem sokára egy újabb béremelést fogunk indítani a Nemzeti Múzeumban, tehát mindent megteszünk azért, hogyha nem is tudunk a piaccal versenyezni, de számos területen ahhoz közeli fizetéseink legyenek, hogy tényleg a legjobb szakembereket tudjuk a Nemzeti Múzeumban csábítani, illetve ott megtartani. Ne vigyék el őket olyan vállalkozások, amelyek egyébként nem töltik be azt a küldetést, ami számukra fontos a Nemzeti Múzeum munkatársaiként. Egy rendkívül fontos kérdés, még az idei esztendő, az Aranybulla évforduló, 800. évforduló, hol haladnak az előkészületek, hiszen ez a teljes országot megmozgatja? Hát reméljük, hogy megmozgatja. Ugye itt Székesfehérváron lesz egy Árpádház programhoz kapcsolódó kiállítás, Királyok és Szentek címmel, az Árpádok kora, ez az alcíme. Ebben a Nemzeti Múzeum is társszervezőként részt vesz, nem mi vagyunk a főszereplők, de annak a több mint 700 tárgynak, amelyik ide érkezik a Székesfehérvári Szent István Király Múzeumban, annak a kölcsönzői javarészt mi vagyunk, illetve mi bonyolítjuk a hazai és a nemzetközi partnerekkel a kölcsönzéseket. És az én munkatársaim nagyon sokat dolgoztak azon, hogy ez a kiállítás, ez szép kiállítás legyen. De ez egy klasszikus múzeumi kiállítás lesz. Ugye az Aranybulla óriási nagy jelentőség a magyar történeti emlékezetben, azért nyilvánvalóan lesznek más Fehérváron kívüli programok is. A Nemzeti Múzeumban össze fog nyílni egy kiállítás, illetve az Esztergomban is, az egyházi gyűjtemény is dolgozik egy saját programon, tanulmánykötetek sora fog megjelenni, Székesfehérváron egy összművészeti alkotás is készül, amiben én is belefolyok szövegíróként. Tehát én úgy látom, hogy valóban sok embert fog megmozgatni és megérinteni ez a 800 éves évforduló, és szerintem a történeti emlékezet szempontjából is egy fontos év lesz az idei. Köszönöm szépen, történjék így, érdeklődéssel várjuk. Kedves nézőink,
fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Erzsimon László volt, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!